Sén az egyik legjobb edző a világon, és én nem is úsznék ma már, ha ő nem lenne. Félreértik őt szerinted? Uh-huh. Az ő szenvedélyét, a habitusát. Persze, hát igazából itt erről van szó. De azt tudod, hogy azt mondta a gyárfestelmes, hogy nem mond le. Na tényleg beszéljünk másra akkor. Jó, oké, rendben van. Ja, köszönöm, Iron Lady sálat vettem, tiszteletedre. Tényleg, mintha vassál lenne, igen. Ez ilyen, úgy néz ki, nagyon nehéz lenne. Nem nehéz, és a fiúk úgy hívják, mint a sál, amin átment az autó. Ja, tényleg, mint a keréknyoma, tényleg olyan. Ki van lapítva. Tényleg olyan. Hogy vagy? Jó, köszönöm. Fáradtam egy kicsit. De ezt egyébként nem szoktam bevallani, de azért néha. Iron Lady is lehet fáradt? Néha. A két edzés között, igen. Most két edzés között vagyunk? Így van, így van. Most éppen itt egy ilyen vérzivatar közepén vagyunk megint. Tehát, hogy ma van szerda, tegnap este adtatok ki egy közleményt. És közben, mielőtt ide jöttem, én láttam az úszószövetségnek a sajtótájékoztatóját. Úgyhogy az, hogy hogy vagy, az a kérdés nem csak arra vonatkozik, hogy mennyire vagy fáradt, hanem hogy ezt... Tehát, hogy vagy? Hát... Igazából nem nagyon szeretnénk most ugye erről beszélni, mert tényleg most az, ami nagyon sok minden fog történni. Uh-huh. Szerintem tényleg abban, amit kiadtunk, abban minden benne van, amit egyelőre szeretnék mondani. Uh-huh. Nem egyszerű. Figyelitek ilyenkor azt, hogy mi a reakció, vagy kiteszitek a közleményt, és utána lehúzátok a rolót, és hagyjátok, hogy a dolog menjen a maga útján? Hát én most ugye a felkészülésre koncentrálok, ugye... Most volt vége a rövidpályás országos bajnokságnak, és hát a rövidpályás VB-re készülünk, uh-huh, nagy gőzzel. Tehát ugye nekünk nincs leállás, úgyhogy ez az, amire nekünk koncentrálunk kell. Uh-huh. De ugye nekünk ez a munkánk, tehát én napi 8-9 órát edzem, közben vezetek egy céget, úgyhogy tényleg próbálunk mindent, uh-huh, mindent arra összpontosítani, hogy nekem az úszás a mindenem. Hát úgyhogy az világos, csak tehát az úszást valamilyen körülmények között csinálja az ember. Próbál ugye arra koncentrálni, hogy a körülmények, hogy az eredmények, hogy a munkáját tudja végezni. Én nem biztos, hogy itt elférek. Szerintem itt még bőven vagy ezen az oldalon. Jó, segíts! Na, szóval, hogy én ezt abszolút értem, de azt te is biztos tudod, hogy amikor mondasz valamit, arra az egész ország figyel. Tehát, hogy ennek a súlyát biztos, hogy érzed, vagy érzitek. Azért nem sokszor szólalok meg. Igen. De mi az, ami miatt most megszólaltál? Mi volt az, ami kiváltott belőled valami egy megszólalást, ami ritkán történik? Ahogy már az előbb is említettem, hogy tényleg szerintem most hagyjuk is ezt a témát, mert nem tudnék egy dolgot kiemelni, ez egy hosszú folyamat, uh-huh, volt. Tehát most így valami elég lenni. Én csak próbálok kérdezni, mert hogy gyakorlatilag az egész ország arra vár, hogy te mondj valamit, és az összes, hát a szakmai én mondtam, összes, tehát értem. Nekem az neked most, annyi. Igen, ez most nekem elég volt, és azt elmondtam, amit én gondolok. De azt tudod, hogy azt mondta a gyárfestelmes, hogy nem mond le. Tudom. És akkor most mi lesz? Azt már meglátjuk. Mennyire vagy te egyedül ebben a sztoriban? Az úszó társadalmon belül. Azt tudom, hogy nem vagy egyedül, mert ti egy csapat vagytok. Na tényleg beszéljünk másra akkor. Jó, oké, rendben van. Beszéljünk arról, hogy mennyiben más a mostani Katinka, mint mi utoljára 2013-ban találkoztunk, a barcelonai VB után, ugye ez 2013, jót mondok. Uh-huh. Akkor találkoztunk utoljára, és hát most 2016 decemberre van, vagy novemberre van, és gyakorlatilag egy egész világ fordult meg körülötted, mert hihetetlen eredményt értél el Rióban. Ott volt az, amiért, tehát megvan az, amiért küzdöttetek, és akkor nekem 2013-ban még csak itt gyakorlatilag egy folyamat elejét meséltétek el. Szóval mennyiben más a mostani Katinka három évvel ezelőtti, vagy három és fél évvel ezelőtti Katinkánál?
Hát igen, azért egy visszagondolni 2013-ra igazából tényleg, ugye, ahogy mondott, tehát megvolt ugye a terv, meg volt az, hogy szeretnénk eljutni ugye a 2016-os Riói olimpiára, és hát mit szeretnénk ugye elérni addig, és hogy hogyan és milyen lépések, és ugye voltak különféle terveink, hogyha esetleg az A terv nem jön össze, akkor B, C, D, E terv. Igazából érdekes, mert pont Rióban mondtam a Shane-nek, hogy ennyi volt. Tehát, hogy olyan maga az olimpia olyan gyorsan eltelt, és közben meg ugye annyi időt, energiát és mindent arra összpontosítasz, és akkor ugye egy pillanat, hogy most akkor hova tovább, meg mi történt, meg mi lesz, meg amit kérdeztél, hogy mi a különbség. És ugye úgy persze megcsinálja az ember, ott van az aranyérem a táskában, amit majd ugye hazahozunk, és én nem érzem magam másképp. Tehát persze boldog vagyok, hogy elértem, persze tudom, hogy mennyit jelent az embereknek, de attól függetlenül maga az, hogy én imádok úszni, hogy imádok versenyezni, hogy én még mindig szeretnék, és szeretném is ezt átadni másoknak is, a sport szeretetét, az úszás szeretetét, ez ugyanaz maradt. És én mai napig, hát ugye most készülök, ahogy mondtam, a rövidpályás VB-re, és hát ugyanolyan gőzzel készülök, ahogy készültem előtte. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból mondhatom azt, hogy nem sok minden változott. Uh-huh. Annyi, hogy ami nekem még mai napig furcsa, az hogy azt, hogy olimpiai bajnoknak hívnak, ami... nem tudtad még megszokni? Nem. Nem, ez mai napig nagyon fú, hát mai napig olyan nagyon sok idő azért nem telt még el. Nem, persze, hogy nem, csak olyan mégiscsak egy olyan címről beszélünk, ami hát gyakorlatilag az álmod volt, meg álma nagyon sok úszónak, és az ember azt gondolná, hogy amikor megvan, akkor úgy, az úgy nagyon a tiéd lesz. És lehet, hogy azért, mert 27 éves vagyok, és én nekem hosszú volt ez az út, én elfogadtam azt, hogy én nem vagyok olimpiai bajnok. Uh-huh. Tehát én úgy mentem ki Rióba, én nagyon sokan beszélnek, hogy mennyi teher volt rajtam, tényleg ugye azért, hát mondhatjuk, hogy azért az ugye világ nézte, hogy na most akkor végre összejön, vagy de sem, de. Nem éreztem. Tényleg? De ezt hogy tudtad megoldani, hogy ne érezd? Hogy miért nem érezted? Mert mondom, én elfogadtam, hogy nem vagyok olimpiai bajnok. Tehát én nem csak azért úsztam, hogy olimpiai bajnok legyek. Uh-huh. Tehát én tényleg imádok úszni, imádok versenyezni, és ha nem jött volna össze Rio, akkor is nagyon szerettem volna uh-huh. folytatni. Tehát ez egy olyan érdekes dolog, amikor az ember valamit nagyon-nagyon akar, és tényleg ragaszkodik hozzá, görcsösen, akkor sok esetben azért az nem jön össze. És az úgy, én azt már úgy elengedtem. Emlékszel, hogy mikor engedted el? Az megvan nagyjából az a pont? Vagy egy pont volt ez egyáltalán? Ez egy folyamat lehetett, mert azért 12-ben én kölcsösen akartam ezt az olimpiai címet. És ugye emiatt ugye el is gondolkoztam, hogy talán hagyjuk az egészet, mert tényleg azért ugye ez a nehéz szerintem az olimpiai sportágokban, ahol tényleg úgymond az olimpia az, ami a legrangosabb, és ugye tényleg úgymond ott kell megmutatni a sportolónak, hogy mit tud. Ha nem jön össze, akkor az a hosszú, vagy ez a 4 év az nagyon hosszúnak tűnik. Hogy megmutass, hogy meg tudod, és még 4 év? Az azért hosszú idő. Hát meg nem is tudom, hogy milyen technikák vannak arra, hogy 4 évig lehessen valaki motivált. Tehát, hogy én ezt úgy képzelem teljesen logikusként, hogy azért ez a motivációs ív, ez nem egy ilyen folyamatosan növekvő dolog, hanem egy ilyen valamilyen pulzáló görbe, aminek vannak azért mélypontjai. Ez így igaz. Ugye hát pont ezért én mondom az elmúlt 4 évben, hogy nagyon motivált voltam, mert azért bennem volt az, hogy én tudtam, hogy több volt bennem ott Londonban, amit ugye nem tudtam megmutatni, és azért ez bennem folyamatosan ez az úgymond, mondhatjuk azt, hogy az alapmotiváció az igazából 4 évben ugye ott volt. És akkor ugye megtaláltuk a kisebb motivációkat, ugye 13-ban a VB először, ugye akkor volt az első év, amikor a Shane-nel együtt dolgoztunk, akkor na, mutassuk meg, hogy ez a munka ennek mi a gyümölcse, és akkor mindig volt valami, ami motivált, mindig találunk olyan célokat, ami engem motivál. És ezek a célok közeli célok, vagy inkább a
hosszabb távú célok képesek téged hatékonyan motiválni? Tehát mindig a következő lépést próbáljátok kitűzni, vagy távolra néztek? Szerintem mindkettő kell. Tehát ugye arra épül. Tehát megvan az, hogy hosszú távon mit szeretnénk elérni, kitűzünk tehát akár 4 év táblatába is célokat, és akkor ugye nem tud az ember úgy felkelni, legalábbis én nem tudnék úgy felkelni, majd fú, hát akkor majd Tokióban nagyon mindenkit meg szeretnék verni. Tehát az úgy érzi az ember, hogy majd ráér az holnap is. Holnap reggel is ráér. Hát pláne, hogy most lett vége az előző olimpiának. Így van. Úgyhogy akkor ilyenkor erre kellenek a rövid távú célok. Tehát tudom azt, hogy a héten nekem mit kell megcsinálnom, és ugye most 3 hét múlva rövid, sőt, talán 2,5 hét múlva rövid pályás VB. Tehát az meg ugye mindjárt itt van. Amikor azt mondod, hogy te elengedted ezt az olimpiai bajnokságot, és te elhitted magadról, hogy nem vagy olimpiai bajnok, vagy nem leszel olimpiai bajnok, mennyire érezted a környezeteden azt, hogy ők is ugyanezt érzik, vagy ugyanezt elhitték, hogy te, tehát hogy ez, ugyanezt a lemondást érezted a környezeteden? Szerintem a környezetem azt tudta, hogy meg fogom csinálni. Tehát hogy nekem azért én nagyon támogató. Hát ugye én nekem minden egyes nap elmondja, hogy ő szerint én mennyire jó vagyok. Igazából ezt még nem is mondtuk szerintem sehol, hogy én nekem már ott Rióban mondta, hogy te itt vagy, a többiek meg itt, ezt mutasd meg. És ugye ezt mondta nekem a 4 vegyes előtt, tehát, és ez nem egyszer elmondta, ráadásul. Tehát ez szerintem kell a sportolónak, ez az ennyire ez a támogató háttér. A ti munkátokban én pont ezt látom, ezt a fajta folyamatos pozitív megerősítést, amit most lehet erre azt mondani, hogy a Shane amerikai és alapvetően olyan kultúrából jön, ahol inkább ez dívik. Nem csak edző és tanítvány viszonyában, hanem családokon belül, közösségeken belül. De hogy neked, mint Katinka, Shane-től függetlenül is akár, az életedben mi a fontos, vagy mi működik jobban, a negatív, vagy a pozitív megerősítés? Mindenféleképpen a pozitív. Tehát persze jó, hogyha érik úgymond negatívumok az ember, tehát igazából így érdekes, mert én ma már lehet, hogy pont azért is, mert azért az én látásmódom is nagyon sokat változott, főleg mióta ugye én jártam is kint egyetemre, és ugye én a férjem, tehát azért ugye nap mint nap úgymond ezt a kultúrát most mondom azt, hogy képviseli, de hát ugye ő, ez az ő személyisége igazából, lehet, hogy az még jobban is hangzik. Ha negatívum ér, vagy valamit nem sikerül elérni, mi mindig azt mondjuk, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Aha. Tehát ez nekünk igazából, én nem mondhatom azt, hogy ez a látásmód, ami mindenre, az egész életünkre úgy igazából kivethető, és így nem is érzi azt az ember, hogy veszíthet. Tehát nincs az a félelem, mert ha valamit nagyon elrontunk, akkor hát visszamegy, megnézzük, hogy na akkor az mi volt, és mit lehet belőle tanulni, és mi az, amit legközelebb nem így fogunk csinálni. Mert tehát, hogy azt lehet tudni, hogy egy iszonyatosan szenvedélyes ember. Nem tudom, hogy a kettőtök között egyébként, hogy közül ki a szenvedélyesebb. Ne, az úszodában. Ez nehéz lehet. Hát ő látványosan szenvedélyes, az biztos. Én úgy gondolom, hogy amit én... Nekem volt a merenc, hogy azt megmutassam, hogy én mennyire vagyok szenvedélyes. És az, hogy én 8-9 órát leedzem egy nap. És ő nekem ezt sokszor mondja is, tehát ugye ő régen úszott, és igen. Ugye amikor én megyek versenyezni, most akár beszéljünk itt olimpiáról, vagy akár egy országos bajnokságról, vagy bármilyen versenyről, ő azt mondja, hogy verseny szám előtt olyan érzésem van, olyan adrenalin tölti el, mint amikor, mintha ő versenyezni menne. Szóval ő nem tudja levezetni, tehát hogy ő annyira, tehát annyira izgul, és annyira benne van ez a plusz energia, hogy akkor ő menne. Igen. És ő tulajdonképpen a parton leúszta velem a távot, ugye nekem, hát én ezt kiadom a medencébe. Ugye ez általában nekem ott a medencében marad, ami bennem volt. Ő pedig hát amennyire tud ugye hozzátenni, az mindig azt mondja, hogyha avval, hogy ő kintről
úgymond kiabáltanom, hogy ott van, adja a ritmust. Ha ebben tud, azt mondja, hogy egy icipicit hozzátenni, azt mondja, akkor nem baj, hogy őt örülnek hívják. Te figyelj, hogy te mennyit érzel abból, vagy érzékelsz abból, amit őként művel a parton? Én az olimpián az utolsó, hogy láttam, hogy ő ugrál a parton. A világcsúcs. Igen, és én és tudtam, hogy világcsúcs alatt vagyok. Az ugrálásból. Igen. És amikor volt egy pillanat, ami benne annyira megragadt, hogy még egy cikket is írtam róla. Amikor kiültél a kötélre, és kinéztél, és csináltál egy ilyet. Azt, abban volt tudatosság, vagy egyszerűen kijött a szívedből egy ilyen mozdulat? Nem volt egyszerű, ugye az olimpia előtt az a pár nap, ugye jöttek ki olyan cikkek, amik nem voltak pozitívak ugye a mi kapcsolatunkkal kapcsolatban. És azon nagyon felhúztam magam. Viszont jókor jött, ha engem feldühítenek, azt én felhasználom a medencében. Uh-huh. És tulajdonképpen ezt így lemostam a vállamra, azt a koszt, amit rátettek. Aha. Akkor jól dekódoltam. De akkor jól láttad. Nem tudom, hogy ilyen, pont ezt a cikket nem láttam, de akkor... Nem, vagy rengeteg cikk született, és nem is azért mondtam, de hogy nem, egyszerűen bennem az a mozdulatra, mert persze megragadt az is, hogy világcsúcs és minden, de hogy az a mozdulatban annyi minden volt, és... Uh-huh. És egy annyira helyén volt ez a mozdulat. Tehát akkor ezek szerint azért az képes felhúzni, amikor mondjuk a kapcsolatotokat szedik szét. Azért nem most van először a történelemben olyan, hogy egy élsportolót a férje edz. Tehát, hogy van más is. És így Magyarországon is. Mégis a ti kapcsolatotok az, amit tényleg atomjaira bontanak. Tehát, hogy ez mennyire lehet ez hozzászokni, abból, hogy azt mondod, hogy az olimpia előtt azért még föl tudod húzni, azt gondolom, hogy talán nem teljesen. Nem egyszerű, mert azért az elmúlt 4 év sem volt egyszerű. Tehát az, hogy én amerikai, ráadásul ugye, hogy nem beszél magyarul, nem ismerik az emberek. Én ismerem nagyon jól. Nem sok ember, alapból nem sok embernek nyílik meg. De alapjáraton nem ismerik az emberek. Tehát sajnos Magyarországon mi azt tapasztaltuk, hogy már az alapból egy kicsit negatív, tehát már abból negatívum születik, hogy ő amerikai. Uh-huh. És akkor azért, mert külföldi, vagy azért, mert amerikai? Valószínűleg azért, mert amerikai. Nem tudom, hogy mi lenne, ha mondjuk Európából lenne valamelyik országból, tehát úgymond csak külföldi lenne. Tehát ilyen szempontból azért én szerintem több negatívum ér minket. Ugye, tehát nem egyszerű, és azért nem egyszerű, mert nekem azért fáj, mert szerintem mindenkinek az jobban fáj, ha szereti egy bátyát. Tehát azért, hogyha engem megpróbálnak bántani, vagy rólam olyanokat írnak, ami nem igaz, rólam ez lepörök. Tehát engem, én nem foglalkozom ebben a legtöbb esetben. Ha a szeretteimről írnak így, az sokkal jobban bánt és zavar, amikor én tudom, hogy én az egyik legjobb edző a világon, és én nem is úsznék ma már, ha ő nem lenne. Tehát ez meg igazán hihetetlen. Tehát, ez tényleg az, mert azt mondod, hogy imádod az úszást még mindig és minden nap. És ő volt az, aki engem visszavitt az úszodába. Tehát én készen álltam búcsút inteni a medencének, és ez tényleg hihetetlen, hogy már meg olimpiai bajnok vagyok. Uh-huh. Tehát ezt azért sokan mondjam, hogy én úszom le. Persze, én úszom le, és én edzek, tehát ez tény. De azért ő nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ilyen sikerült elérnem. Félreértik őt szerinted? Uh-huh. Az ő szenvedélyét, a habitusát? Persze, hát igazából itt erről van szó. Tehát erről van szó. És hát a másik pedig az, hogy tényleg... tehát ő bármit megtenne, értem. Tehát őt egyébként ezt nem is zavarja annyira. Ő is uh-huh. Őt nem zavarja annyira. Azt mondta, hogyha az kell ahhoz, hogy én sikeres legyek, és őt utálják, hát akkor ez van. Tehát ő azért van itt Magyarországon, hogy én itt készüljek, és ő itt támogat engem. Tehát neki
neki biztos, hogy kényelmesebb lenne Amerikában. Uh-huh. Tehát őt ugye nem is értik meg, ugye nem beszél magyarul, tehát azért neki... Tehát életviteli szempontból persze. Hogyne. De azért itt ti csak egy kiemelt páros vagytok, kiemelt szakember páros vagytok, ugye? Most te, mint már úszó? Igen. Tehát azért ezt nem tudtuk az elején, amikor ő már eldöntötte, hogy jöjjünk haza Magyarországra. De azért 12-ben... Ezt ő döntött el? Ő mondta ki? Ő volt az, aki rávett, és ő volt az, aki felhozta. Én megmondom őszintén, hogy én nem akartam az ön 12-ben. Kint maradtál volna Amerikában? Uh-huh. És akkor most mi lenne veled szerintem? Vagy szerinted? Valószínűleg, tehát én vissza akartam menni suliba, én sportpszichológus szerettem volna, ugye egy pszichológiai BA diplomám van. Uh-huh. Visszamentem volna mesteri képzésre, esetleg PhD-re, én szerettem volna sportpszichológus lenni. És mivel vett rá, hogy gyere, és vágjatok bele? Hát te ott nagyon, ott elmesélted ezt már több helyen, hogy London után mennyire lent voltál a padlón, ahonnan aztán végül sikerült elrugaszkodni. Azt mondják, hogy a padlót kell érni ahhoz, hogy dobbantani tudj, és elrugaszkodj. De mivel vett erre rá? Igazából ez is megint egy ilyen folyamat volt, mert azért nem, tehát elsősorban azért nem mondtuk ki egyből 12-ben, jó, akkor... Jó, akkor ennyi volt, és akkor mindent kint hagyunk, vagy mindent, igen, mindent kint hagyunk, és ide költözünk. Hát úgy volt, hogy azt terveztük, hogy a világkupát, azt együtt megcsináljuk. És akkor én úgy terveztük, hogy megnézzük, hogy hát hogy sikerül így a közös munka. Ugye akkor már úgymond nem is volt lakásunk Los Angelesben, ugye mi együtt éltünk, ott béreltünk, és tulajdonképpen ott azt ki is adtuk, vagy le is mondtuk. Úgyhogy lakásunk már ott nem volt, viszont ugye beraktuk egy ilyen raktárba a cuccainkat, de hát ugye még úgy volt, ha bármi van, akkor megyünk vissza, és ott a cuccunk. És akkor 12-ben úgy voltunk már, hogy a világkupa, de a világkupára ugye úgy volt a legegyszerűbb utazni, hogy Magyarország ugye a bázis. Tehát ma Amerikából utazgatni, azért ugye Európában meg Ázsiában voltak ugye az állomások. Igen. Az a legegyszerűbb. Félúton. Így van. Az a legegyszerűbb. Próbáljuk meg. És ha nem jön össze, meg tényleg nem szeretnék úszni tovább, akkor hát menjünk vissza, és akkor januárban én megyek suliba. Uh-huh. És közben nekem, én anyukámnak is végig mondtam, hogy januárban megyek vissza. Hát anyukám meg nagyon azt támogatta, hogy akkor tanuljak, az a biztos, ugye. Legyen egy tisztességes szakmád, lányom. Pontosan. Ezek után ugye sikerült megnyerni a világkupát, és nagyon élveztem. Tehát tényleg nem... hogy mondjam, nem úgy néztem az úszásra, hogy azt nekem muszáj csinálnom, hanem ezt most nem még ezt a fél évet még megcsinálom, megnézzük, hogy milyen, és tényleg nagyon, nagyon élveztem, és hogy mondjam, tehát visszamentem arra, amikor tényleg csak azért úszom, tehát magamért úszom, azért úszom, mert szeretek, és nagyon élveztük. És akkor igazából ugye a világkupa után, hát akkor toljunk ki még egy fél évet, nézzük meg ezt az évet, hogy működik. És igazából onnantól kezdve azért már elkezdtük az egyébként a 4 évben gondolkozni. Tehát ott volt az, amikor a világkupa után mondhatom azt, hogy volt az, hogy akkor 4 év, és igazából Shane mondta, hogy mindenféleképpen Magyarországon készüljünk, hát ugye magyar vagyok, tehát biztos, hogy jobb, hogy ha itt készülünk, ugye Magyarországot fogjuk képviselni Rióban, tehát szerettünk volna tényleg részese lenni a válogatottnak, tehát igazából így jött az egész. Az sosem merült föl bennetek itt az elmúlt 4 évben, ugye mondod, hogy nehéz volt, persze mindannyian emlékszünk, hogy mi mindenért volt ez nehéz, és valószínűleg csak a jéghegy csúcsát ismerjük mi kívülállók, de soha nem merült föl bennetek, hogy mégsem magyar színekbe induljatok el az olimpián? Az az egyetlen, ami bennem sosem merült fel. Az felmerült, hogy nem itt fog készülni. Aha. Az felmerült, hogy elhagyom az egészet, és elmegyünk valahol máshol, és készülök nyugdíjba, és ennyi. És miért nem mentél? Nem akartam itt hagyni a magyar úszósportot. Tehát most már azért mondhatom, hogy ugye van egy úszóklubunk 70 gyerekkel. Uh-huh. Nekünk mindig is az volt a célunk, hogy egy idő után ne csak az, mert hozzuk az eredményeket, az egy dolog. Tehát most
ezt most ez így furán hangozhat, főleg egy pár hónap az olimpia után, tök jó olimpiai bajnok vagyok, benne leszek a történelmi könyvekbe, de ez mire volt jó? Hanem arra, hogy inspiráljuk a következő generációt, a gyerekeket igazából. Mindenféleképpen szeretnénk nekik adni olyan lehetőséget, ahol szeretnek úszni, és azért úsznak, mert élvezik, nem azért, mert kell, nem azért, mert nincs más lehetőség igazából. És ezt a pozitív környezetet szeretnénk megadni a gyerekeknek, ami engem ért, amikor én kimentem Los Angelesbe 19 évesen. A lányom a Darnyi Tamás úszóiskolával Alkomjárdiba jár. Ilyen kötelező iskolai úszás, ugye van másodikban, meg ötödikben, azt hiszem, jól mondom, ő most ötödikes, és ott úszik, ahol szerda reggelenként, ahol te. És emlékszem, amikor hazajött először is, mert láttak titeket, és azért azt látni kell, hogy aki nem, ő nem úsz, ő vív. Tehát, hogy nekik ez egy kötelező kör, reggel, korán, hosszú haja van, hideg van, nem szárad meg a hajam, mindig nyafi van, hogy úszni kell menni, és akkor egyszer hazajött, és azt mondta, hogy képzeld el, ott úsztunk, ahol a hosszú Katinka úszott, és azóta igazából nem nyafog reggelente. Nem. De. Na, ez valami. De ez van, hogy a gyerekeknek tök mindegy, hogy az úszószövetség elnöke mit mond, hogy hosszú Katinka milyen közleményt ad ki a Facebookján, teljesen mindegy nekik. Ők titeket látnak ott reggel, és mondja róla, hogy integettek, és hogy minden gyerek ott teljesen extázisba kerül. Tehát, hogy mondjuk ezt feldolgozni azért gondolom gyógyír egy csomó minden, nem? Hogyne? Tehát igazából az előbb is kérdezted, hogy miért ma. Hát igazából ezért. Ezért maradtunk itthon. Itthon a magyar gyerekeket tudjuk mi, úgyhogy mondjam, inspirálni tényleg. Tehát egészen hihetetlen lemenni edzésre, amikor az én úszóklubban ott vannak a gyerekek, és látom, hogy mindegyik is mosolyog, és nevetnek, tehát ez az, amiért érdemes csinálni. Tehát ez az, amiért érdemes küzdeni. Mennyien akarnak közülük olimpiai bajnokok lenni? Tehát mindenki úgy megy oda, hogy én azért akarok a hosszú Katinkánál tanulni, mert én olyan akarok lenni, mint ő. És én is Iron Lady vagy Iron Girl akarok lenni, és olimpiai bajnoki címért hajtok. Sokan, de azért vannak, akik tényleg, tehát azért jönnek az emberi jó a csapat, mert szeretnének mozogni, úgyhogy azért a többség az olimpiai bajnok szeretne lenni. És mi ezt el is mondjuk nekik nyitottan, hogy itt nem lesz mindenki olimpiai bajnok, sőt. Tehát legyen az a cél, és legyen tűzük ki, de ne az legyen minden. Tehát nem csak azért csinálják, mert ők olimpiai bajnokok szeretnének lenni, hanem azért, mert legyenek egészségesek, rengeteg mindent fognak tanulni. Hát ugye bekerülnek egy jó kis csapatba. Amikor én gyerek voltam, egyébként sokan kérdezik, hogy hát mennyi lemondással járt. Igen, ez egy standard kérdés. És még nem kérdezem meg, de akkor feldobjuk. Köszönöm. Ezt el tudom képzelni, vagyis hát francokat nem tudom elképzelni. Én mindig azt mondtam, én úgy éreztem, hogy nekem ez pluszt ad. Aha. Tehát nekem olyan volt, ugye voltak a sulis barátaim, voltak az úszós barátaim, és csomószor ugye hétvégén mentünk versenyre. Na most a verseny az olyan volt, hogy osztálykirándulás, csak ugye az úszó barátaiddal mentél, ugye sokszor úgymond az ott alvós, tehát a kétnapos versenyekre, és tudod, vittük a kártyákat, a játékokat, szóval én visszagondolva, tehát nem éreztem azt, hogy lemondással, talán egyetlen egy olyan emlékem van, amikor nekem még a nagypapám volt az edzőm, hát lehettem 11-12 éves, és az egyik farsangi buliban nem engedett el. Uh-huh. Mert edzés volt. Péntek délután. És hát volt ott sírás minden, hogy mi az, hogy nem mehetek a farsangi buliba, és hát mondta a papa, hát hogyha jövő héten verseny, hát most ezt nem lehet kihagyni. Tehát azt mondja, a farsang még lesz bőven, de ezt nem, hát mondom, de hát edzés is van bőven, de hát ez rendben van. Tehát lementem edzésre, és ez érdekes, mert majd mondom, voltam 11-12,
és nagyon dühös voltam rá, nagyon, hogy nekem most miért kell itt lennem edzésen, és életem legjobbát megúsztam edzésem. Dühből. Uh-huh. Hát ez visszaköszönt. És már adott, ugye? 27 évesen a Rióban visszaköszönt. Ez visszaköszönt a világcsúcsodnál, úgyhogy köszönjük meg az újságíróknak, hogy össze-vissza írtak mindenfélét rólatok. Köszönjük kollégák. Az Iron Lady, a Vas Lady, az mikor született meg? 2012-ben, ugye az volt az első év, amikor elmentünk az egész világkupa sorozatra, hát ugye ez volt az első, amikor én a világkupán részt vettem, és a pekingi állomásom, hát ugye én ott már úsztam ilyen négy számot egy nap, és ott voltak a kínai olimpiai bajnokok, ugye a 200 pillangón ugye kínai nyert Londonban, és ugye én, amikor a 200 pillangó következett, én már leúsztam hiszem 3 számot. És sikerült megvernem ezt a kínai pillangóúszó lányt. És ugye kiszállok a vízből, ugye ott kell menni a médiához, az a mix zone, zónába, és kérdezték, hogy hát ez hogy lehetséges, hát ő friss, frissen állt oda az ő saját verseny számára, olimpiai bajnok, az ő hősük, hogy mi az, hogy én megverem idejük és megverem, hogy miből vagyok, vasból vagyok-e. Hát egy jót nevettem a kérdésen, és másnap Sén anyukája írt nekünk, hogy hát nézzük meg az újságcikkeket, mert hogy mondták, hogy Iron Lady címmel jelentek meg ugye a cikkek, és hogy ez a magyar lány ez vasból van, és hogy nem fárad el, és milyen keményen menetel előre. És igazából nevettünk rajta egyet. Tehát igazából kettőt sem gondoltunk ezen, hogy most jó, hát de most vicces volt, hogy Iron Lady-nek hívnak. És egyszerűen igazából a külföldi média, a sportmédia főleg ugye ezt nagyon felkapta az Iron Lady nevet, és tehát így rám akadt igazából tulajdonképpen. Én gondolom azért, mert lehet, hogy az én nevemet nehezebben jegyzik meg talán, vagy hosszút nehéz kiejteni, vagy nem meg tudom. Meg a média az ilyen, szereti az ilyen. Beszélni a cikkonyait, igen. Csak amikor érezted a magadénak ezt, mert most már... És elég sok idő eltelt, mert ez 2012 őszével volt ugye ez a világkupa sorozat. 2013-ban ugye Barcelonában, mire Barcelonába oda kerültünk, akkor már nagyon sokan Iron Lady-nek hívtak. Volt, hogy úszó versenyeken úgy mutattak be, négyes pálya, Katinka Iron Lady hosszú. Tényleg? Igen. De akkor már nagyon ragadt. Aha. És amikor 2013-ban eldöntöttem, hogy akkor írok erről egy könyvet, erről az évről, mert ez egy igazán... Én úgy éreztem, hogy ez egy nagyon tanulságos év volt. Hát ez egy fordulópont volt neked. Így van. Igen. És ez az egy évet igazából leírtam, hogy velem ott mi történt. Én tulajdonképpen mi mentem keresztül, meg úgy lelkileg tényleg. Uh-huh. És ugye a könyv végére tulajdonképpen, hogy Barcelonában éreztem azt, hogy na, Iron Lady, végül is tudom, hogy az mit jelent. És már ugye maga a könyv úgy jelent meg, hogy a magyar Iron Lady. Uh-huh. És igazából onnantól kezdve mondhatom azt, hogy úgy kezdtem magaménak érezni. Hát meg megszületett egy márkanév. Gyakorlatilag már meg is töltöttétek tartalommal, vagy még több tartalommal. De az Iron Lady és hosszú Katinka között mi a legfontosabb különbség szerinted? Az Iron Lady mindenféleképpen keményebb. Egyszerűen nincsenek kifogások, és hát kegyetlen. Kegyetlen. Most mondhatjuk azt, akár medencére gondolok. Tehát, ott aztán ott mindegy, hogy kiáll mellettem, őt meg akarom verni. Uh-huh. Ma már mondhatom azt, hogy ez ilyen érdekesen fog hangzani. Azért, hogy mintha két egóm lenne. Ez szerintem nagyon nagy segítség. Igazából. Tehát, meg főleg amiről beszéltünk is, hogy támadások érnek, meg a média, meg hasonló. Az Iron Lady. Tehát az Iron Lady az őket támogat. Én mint Katinka, én azért empátiás vagyok, és azért bennem elég sok érzelem van. És tulajdonképpen
szerintem néha azért kell az, hogy valaki felvesz egy másik arcot, amiről úgymond ezek lepörögnek. Aha. És Katinka nem szokott néha, tehát a Katinka szíve nem szakad néha meg, hogy Iron Lady-t, amikor így nagyon ösztözódul rá, tehát hogy nem csorog ez át azért beléd? Igazából ami igen, azt sikerül levezetni egyelőre a medencébe. A Rio előtt voltak olyan cikkek, amelyek próbáltak téged hitelteleníteni sportolóként, meg mindenféle kimondatlanul is, de azért mindenféle vádakat esetleges doppingolással kapcsolatban megfogalmaztak, és akkor, ha jól tudom, akkor el is kezdtél perelni. Uh-huh. Azzal mi a helyzet most? Még megy. Még folyik? Igen. És ezek a vádak sem érintenek meg? Mert azért ez kemény. Meg hogy az élsportot egyébként is, ugye nagyon sokan szoktak egy ilyet legyinteni, hogy mindenki dopingol. Csak a módszerekben van különbség. Mondják a laikusok. Nem egyszerű sportolóként igazából. Ezek azok a vádak, ami megint visszamegyünk ugyanoda, ahol, amit mondtam, ugye kijöttek ezek a különböző cikkek, ugye a mi párkapcsolatunkról is. Ilyenkor nehezen mond bármit is a sportoló. Egy kicsit már kell menni, igen, most megújult, bocsánat, itt a helyzet. Itt régen beletett menni. Igen, most így kell. Aha. Úgyhogy nem tudsz mit mondani, igazából azt tudod mondani, hogy reméljük, hogy a vada azt csinálja a dolgát. Uh-huh. Tehát, hogy aki lebukik, ők azok, akik. Uh-huh. Tehát minket tesztelnek, hát engem tesztelt kb. 40-szer tavaly. Uh-huh. Idén, mert még mindig kérdezik. Igen, még mindig. Idén nyerted meg az olimpiát. Elég, igen, hosszú év volt, de még mindig 16-ban vagyok. Hosszú év volt, és neked az év vége az ilyen sűrűn alakul mindig. Hogy megbetegszel? Benne van a szerződésedben? Nagyon ritkán betegszem meg amúgy, szerencsére. Aha. Mondjuk azért odafigyelünk, tehát azért, hogyha arról van, nem próbáljuk magam túlterhelni. Most ez egy furán hangozhat kívül, vagy sokan azt mondják, igen, hogy már... Kicsit. Hány órát edzel? 8-9? Ne, próbáljuk nem túlterhelni. De azért van olyan, amikor mondjuk nem megyek le délután, mert már sok lenne. Tehát azért... Ezt ugye elég jól meg tudjuk, hogy kommunikáljuk mi a sérnál. Tehát így igazából ezért nem nagyon jól működik a mi kis csapatunk, mert a kommunikáció az nagyon jól megy. Hát meg magamat jobban meg kell ismernem a kommunikáció miatt. Igen. Most megkérdezik tőled, hogy hát most ez túl sok lesz, vagy hello? Túl sok lesz, vagy inkább pihenjünk, akkor persze a messziről szerint azt mondja, hogy pihenjünk. Aha. De ezt érezni kell. És van, amikor te még nyomnád, és ő mondja azt, hogy na jó, most már állj le. Hát általában ez szokott lenni. Én még bírnám, és mondja, hogy jó, ez most már az ügy elég lesz, majd akkor holnap folytatjuk. Mert hogy sokan hiszik azt, hogy ő hajt téged bele az őrületbe. Melyikötök a nagyobb őrült? Ezért szerintem én az vagyok az, aki csinálja, és még tolja saját magát. Tehát én nem tudom, mindig arra gondolok, hogy még azért messze vagyok attól, hogy ne bírjam. Tehát én nem tudom, ha arról lenne ez, hogy azért úsznom kéne egész nap, az, hogy olimpiában legyek, akkor úsznom egész nap. Aha. Mikor lettél te ilyen megszállott? Talán... Talán... Amikor elkezdtem a sénnel dolgozni, és így igazából kitűztük a célokat, elkezdtünk dolgozni, és sikerült mindig elérni. Aha. És így, tehát nem tudom, megtanultam azt, hogy teszem bele így igazából a munkát, és jön vissza az eredmény. És még egyelőre még mindig úgy vagyok, hogy hát akkor még ezt próbáljuk meg, még azt egy picit, és egyelőre még mindig jönnek a jobb eredmények. Tokióban 31 éves leszel, mennyi erőt érzel még magadban? Tokió az simán még szeretnék ugyanúgy felkészülni, hogy eddig. Ugye sokan már helyettem ilyenkor befejezzük a mondatot, hát jó, de akkor utána már visszaveszel, ugye? Meglátjuk. Meglátjuk, hogy akkor, hogy érzem magam, azért ez még hosszú idő. Tehát azért úgy nyitottan hagyjuk ezt. Tehát amíg ennyire szeretek úszni és ennyire megy, addig szeretném csinálni, és majd meglátjuk, hogy alakul. De megmutatod, hogy hol menjünk. A második otthonod, hol van? Menj előre, jó? Mert jó, lássuk jó, a egyébként is. Hány gyereket
kinek van összesen? Már nem a sémem értem, hanem az Iron Aquatics-ban. Igen, érdekes lenne, hogyha ha 70 gyerek lenne a sémnek. 70-en vannak most már tényleg, úgyhogy ugye szeptemberben nyílt maga az úszóklub, egyelőre még nincsen úszásoktatásunk, tehát most még egyelőre csak úszó tudókat vettünk fel, és majd szeretnénk az úszásoktatást is beindítani. És te is itt edzel, ugye? Normális esetben ez a te helyed. Igen, így van, itt a... Éppen. És hol öltözöl? Itt a parton. Itt ez? Nem. Itt öltözöl a parton? Így van. És ez mindig is így volt? Vagy ez most, hogy felújítás van? Vagy mi történt? Igazából alapból ugye gyorsan átöltözök, én ugye azért egy 23 éves tapasztalattal rendelkezem, gyorsan átöltözöm egy törölköző segítségével probléma nélkül. Igazából van ugye az öltöző, amit mindenki használ. Nincsen még olyan külön öltözőnk, ahol egyébként a cuccunkat berakhatjuk, vagy ilyenek. Úgyhogy ez így egy gyors, és igazából hát egyelőre ez a megoldás van. Nagyon jó munkát nektek! Köszönöm szépen! Tudom, hogy ez most egy nehéz időszak, úgyhogy köszönöm, hogy egyáltalán sikerült ezt összehozni, és hát én drukkolok. Ezt szerintem én most így kimondom. Köszönöm szépen! Köszönöm! Sziasztok. Szia! Képtelen lennék visszamenni abba, amit ma híradózásnak hívnak. Miért? Mert szerintem ez nem híradózás. Intenzív ez a dolog, nem? Köztetek, és most már évtizedek óta. Én megígértem neki 16 évesen, hogy úgyhogy én leszek a barátném, válaszol engem. Akkor egy dolog azt tudja, hogy unatkozni nem fog mellettem. És ezt betartasz? Szerintem be. Csalm szemét ládáskodtam csak annak a kedvére egyébként, de szóval hogy mondjuk azért nem fogtam vissza magam, mert... Hát nem. Azért bocsánat, de ez tényleg szorul eset. Képzeld el, hogy én ettől nagyjából egy fél órát zokogtam utána az MTV-nek a mostójában. Engem nem lehet megfélemlíteni. Semmivel. Én tudok dolgozni, én tudok pénzt keresni. Ha nem ott, akkor máshol. Ha máshol sem, akkor egy harmadik helyen. Ha nem úgy, mint művész, akkor majd takarítani fogok, vagy mosogatni. Vagy főzni, mert a gyerekemnek enni kell adni. Megtapsoljuk a szart is. És akkor az ember elbizonytalanodik, hogy bennem van a hiba, vagy már ennyire öreg vagyok, hogy én nem is értem, hogy hát ez tulajdonképpen jó. Igen, szükségem lenne valakire, aki engem nem úgy szeret, mint egy kisgyerek, hanem úgy szeret, mint egy felnőtt. Az klassz lenne. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!